Sziasztok! Ebben a videóban Kosztolányi Dezső irodalmi munkásságával ismerkedünk meg vázlatosan. Ugye egy korábbi videóban áttekintettük az életút legfontosabb eseményeit, most pedig tényleg egy nagyon rövid általános áttekintést veszünk Kosztolányi műveiről, különböző műnemekben, és megnézzük az ő művészetének általános sajátosságait. Tehát, hogy magyarul, hogy miért fontos Kosztolányi, miért szeretjük, mitől fontos ő a magyar irodalomban. Nézzük tehát az Életmű című vázlatpontot. Van egy idézet, amit nagyon sok helyen lehet olvasni Kosztolányiról, de azt, hogy kitől származik, azt nekem nem sikerült megtalálnom. Tehát, hogyha valaki esetleg a videó alá beírja, ha megtalálja ennek az idézetnek a szerzőjét, azt megköszönöm. Így szól ez az idézet. Ha a nyugat hívei rajongtak Adiért, és mélységesen tisztelték Babits Mihályt, akkor Kosztolányi volt az, akit szerettek. Őszinte és szeretetre méltó. Verseit és prózait olvasva egyaránt úgy érezzük, mintha a legbizalmasabb titkaiba avatna be minket. Ugye ez az idézet nagyon jól összefoglalja, hogy mi az, amiben más Kosztolányi mondjuk Adihoz képest, vagy a nyugat többi költőjéhez képest, és amiért egyébként nekem is az egyik legkedvesebb magyar szerzőm Kosztolányi, az, hogy tényleg ilyen nagyon szeretetreméltó, nagyon emberközeli, nagyon nagy empátiával és finomsággal ír az emberről, akkor is, hogyha éppen nem jó dolgokról ír. Tehát, hogyha az embernek úgymond a sötétebbik oldalát térképezi fel, akkor is nagyon finoman teszi ezt. Na, de itt nem is az én rajongásom az érdekes, hanem az, hogy mondjuk az érettségi szempontjából mi a fontos Kosztolányival kapcsolatban. Ugye itt két részre osztottam az életművet, a lírára és az epikára, de fontos tisztázni, hogy nem csak a szép irodalmi munkássága fontos Kosztolányinak, ugye erre már utaltunk az életrajznál is, hanem az újságírói munkássága, a kritikusi munkássága. Tehát ő egy nagyon, nagyon komplex és nagyon nagy életművet hagyott maga után. Külön videót megérne az ő sajtóban írt műveinek a tárgyalása is, de erre most nincs mód, tehát most csak a szép irodalmi műveit tárgyaljuk. Na, nézzük először a lírai műveket, tényleg nagyon vázlatosan mi az, amit erről el lehet mondani. 1907-ben jelent meg Kosztolányinak az első kötete, ennek az volt a címe, hogy Négy fal között. És ebben tulajdonképpen még nem annyira érhető tetten az az igazi Kosztolányi, akit szeretünk, és aki fontos a magyar irodalomban. Itt még inkább a századfordulós irodalom mintáit követi, elsősorban a szimbolizmus és a parnasszizmus hatott rá. A parnasszizmus az tulajdonképpen egy olyan életszemlélet, egy olyan világszemlélet, amely szerint a művésznek ki kell vonulnia a társadalomból, a művészet az egy önálló birodalom, amelynek saját törvényszerűségei vannak, és tulajdonképpen a világból kivonult, ilyen esztétizáló, a művészet birodalmába visszavonuló művész, a parnasszista művész, és a korai Kosztolányra ez a szemlélet nagyon erősen jellemző. És ez az a kötet, amit Adi meglehetősen lehúzott egy kritikában, és nagyon modoros, úgy fogalmazott Adi, hogy Kosztolányi az egy irodalmi író, aki mögül hiányzik az igazi élettapasztalat, az igazi erő, és az egész csak egy ilyen önmagáért való költősködés tulajdonképpen. Ebben most nem érdemes belemenni, hogy mennyire igazságos Adinak a kritikája, de az lényeg, hogy az ő rossz viszonyukat azt remekül megalapozta Adi ezzel a lehúzó kritikával. Aztán az a kötet, ahol már az igazán érett Kosztolányit láthatjuk, az a Szegény kisgyermek panaszai című 1910-es kötet. Ez ugyan 1910-ben jelent meg először, de folyamatosan születtek hozzá újabb meg újabb versek, tehát folyamatosan bővült ez a kötet, többször is megjelent, és nagyon-nagyon népszerű volt. Tehát ez az, ami Kosztolányit igazán népszerűvé tette az irodalom és a vers kedvelő olvasók körében. Itt az impressionizmus, a szimbolizmus és az expressionizmus hatása figyelhető meg.
Ezekre most nincs idő bőven kitérni, hogy melyik irányzat egészen pontosan mit jelent, tényleg csak pár szóban, hogy az impressionizmus az, ami a pillanatnyi benyomások, hangulatok megörökítésére törekszik, ez egyébként a festészetből, a képzőművészetből jön ez az irányzati elnevezés, de az irodalomban is megjelenik. A szimbolizmusról Adinál beszéltünk részletesebben, a szimbolizmus az az irodalmi irányzat, ami a sokértelmű szimbólumokra helyezi a hangsúlyt, és az expresszionizmus pedig az érzelmek kifejezésére koncentrál, és egy ilyen dinamikusabb nyelvhasználat jellemzi. Na, tehát ezek jelentek meg a szegény kisgyermek panaszaiban, ami a költői nyelvet illeti, ami a tematikát illeti, az pedig, ahogyan a cím is utal rá, ebben a kötetben nagyon erősen jelen van a gyermeki látásmód. Egyébként Kosztolányinak az egész életművében többször előkerül a gyermeki tudat, a gyermek látásmódja, amit szembe helyez a felnőttek racionalizmusával, a világnak a hidegségével, azzal, ahogyan a társadalom elnyomja az ember valódi énjét, tehát a gyermeki látószög az ad valami nagyon, nagyon érdekes rálátást a világra. Nem mindig tiszta és nem mindig gyengéd a gyermekek világa Kosztolányinál sem, bár annyira azért nem sötét, vagy annyira nincs erősen jelen a gyermekek kegyetlensége és ilyen nagyon erős ösztönössége, mint az unokatestvére Csát Gizának a novelláiban, de tehát nem feltétlenül tiszta és áltatlan ez a világ, de mindenképpen romlatlanabb, mint a felnőttek világa. Na, tehát a szegény kisgyermek panaszaiban ez a gyermeki látásmód kerül elő, például mint aki a sinek közé esett című versben, bár abban nem is annyira, hanem sokkal inkább például a mostan színes tintákról álmodom című versben. És már itt is megjelenik Kosztolányinak a vonzódás és érdeklődés a tudatalatti, a mélylélektan, a pszichoanalízis iránt. Ugye Freud ebben az időben, Sigmund Freud ebben az időben már nagyon népszerű volt, most erre megint nincs idő, hogy részletesen kifejtsük a pszichoanalízis miben létét, talán egyszer majd lesz egy ilyen videó is, ami az irodalom és a pszichoanalízis kapcsolatáról szól, de az a lényeg a mélylélektannak és Freud rendszerének, hogy arra jött rá Sigmund Freud, hogy az embernek a viselkedését csak részben határozza meg az, ahogyan ő magát látja, csak részben határozzák meg a tudatos cselekedetek és a racionális gondolkodás, és emellett viszont az embernek pont ugyanannyira része a tudattalan, tehát az a lényeg, most megint ezt egy kicsit bonyolultan sikerült elmondanom, hogy arra jött rá Freud, vagyis nem ő jött rá, csak ő térképezte föl viszonylag alaposan, hogy az emberi léleknek, az emberi pszichének van egy olyan része, ami a tudatnak a mélyén van, ami a racionalitáson túl van, és ami egészen váratlan módon tud hírt adni önmagáról. És például a gyerekekben még nagyon erős ez a tudatalat, ennek a tudatalattinak a munkálása. Tehát a gyerekek még sokkal kevésbé tudják elnyomni úgymond magukban ezeket a mélyen lévő ösztönöket. És ezért sokkal őszintébbek, és sokszor sokkal nyersebbek is, mint a felnőttek. Na sajnos erre most nincs idő ezt bővebben kifejteni, suhanjunk tovább. Meg kell még említeni azt, hogy Kosztolányi műfordítóként is nagyon fontos, például a francia szimbolisták közül nagyon sokat fordított ő, de vannak Shakespeare fordításai is, például Romeo és Júliát is fordította, és érdemes megemlíteni egy fordítás kötetét, ennek az volt a címe, hogy Modern költők, és 1913-ban jelent meg, tehát ez nem eredeti szövegeket tartalmaz, hanem műfordításokat. Bár egyébként Kosztolányi úgy vélekedett a műfordításról, szerintem nagyon, hogy mondjam, helyesen, hogy ő úgy gondolta, hogy a műfordítónak nem az a feladat, hogy szóról szóra visszaadja az eredeti művet, hiszen ez nem is lehetséges. Magyarul nem lehet visszaadni egy franciául írott verset, vagy egy németül, vagy egy angolul írott verset, hanem tulajdonképpen a műfordítás az egy saját alkotás, az eredeti műből egy saját
műnek a létrehozása, ami nyilván nem független az eredetitől, de az mindenképp egy másik szöveg. Tehát, hogy ebből a szempontból nem létezik, nem lehetséges igazán hű műfordítás, vagy ha létezik, akkor az nem egy vers lesz, hanem valami tök unalmas és száraz szöveg. Tehát nagyon modern módon gondolkodott a műfordításról Kosztolányi. Jó, menjünk tovább. Aztán a 20-as, 30-as években már egyre inkább a visszatekintés, a számvetés, a felnőtt életnek az áttekintése kerül előtérbe, mint például a Kenyér és bor című kötetben. Ebben van a híres Boldog szomorú dal című vers is, amely a beérkezett, sikeres, felnőtt létnek az ellentmondásosságát dolgozza föl. És szintén ennek a korszaknak a kötete, ez tulajdonképpen már a késői Kosztolányi, a 30-as évek közepén, 1935-ben jelent meg a Számadás című kötet, amiben már kicsit eltávolodik ettől az esztétizáló modernségtől, tehát ettől a költészet birodalmába való visszavonulástól, és már megjelennek az avantgárdnak a hatásai, és ezek már egyre inkább, egyre filozófikusabb versek, középpontban van az önmegértés, tehát a lírai énnek az önmegértése, az önelemzése, a létnek az értelmezése, tehát a legmélyebb filozófiai kérdések kerülnek elő, hogy mi az élet értelme, mi a halál, lehetséges-e megértés a világban, lehetségesek-e valódi emberi kapcsolatok, illetve, hogy a kulturális nyelvi hagyományhoz milyen viszonyt lehet felállítani. És az elmúlás, a halál, az itt egy visszatérő téma, és az ezzel való nem tragikus szembenézés, tehát, hogy higgadtan valamiféle filozófiai nézőpontból próbálja tárgyalni, vagy megörökíteni, vagy feldolgozni a halál témáját is ez a késői Kosztolányi líra. Fontos még itt a nyelvi fordulat, erre megint nincs idő részletesen tárgyalni. Kosztolányi számára egyébként is nagyon fontos a nyelv, mint közeg, tehát számára az irodalom is az nem arra való, hogy eszméket, üzeneteket közvetítsen, hanem a nyelv, mint közeg fontos számára, és nála a tudat is, a személyiség is egyre inkább nyelvi természetű. Ebből az időszakból egyébként fontos versek a Halott beszéd és a Hajnali részegség. Ezekről mind-mind külön lehetne videót csinálni, de hát ez most egy ilyen összefoglaló dolog, ezért is rohanok ennyire. Jó, és akkor tényleg nagyon röviden az epikájáról is, az édesanyáról egyébként lesz majd egy külön videó, itt csak egy általános áttekintés. Az 1920-as évektől fordult egyre inkább a regények felé Kosztolányi, és ez az én szubjektív véleményem, én a líráját is nagyon szeretem Kosztolányinak, de amiben igazán nagyot alkotott, az szerintem az a regények és a novellák. Itt is megjelenik a mélylélektani érdeklődés, sőt, tulajdonképpen az vitte a regények felé Kosztolányi többek között, hogy rájött, hogy az emberi lélek mélységeinek feltárása az elsősorban epikus művek révén lehetséges, hiszen itt van mód arra, hogy a történetek elmondása során föltáruljon az emberi tudatalatti mélyén lakozó mindenféle dolog. És ugye a regényeinek a fő kérdése, hogy hogyan mondhatók el egy-egy történetben az elfojtott vágyak, az elfojtott érzelmek. Tehát az összes regényében, és egyébként majd erről lesz szó a novelláknál, hogy a novelláknál is nagyon sokszor ez a fő kérdéskör, hogy ami a külső szemlélő számára nem látható, amit nem a tudat irányít, az hogyan térképezhető fel. És ebből adódik egy nagyon érdekes narráció a Kosztolányi regényekben, vagy tudatelbeszélés technika egy ilyen fura szóval leírva. Ugyanis amikor a szereplők, a Kosztolányi regények narrátora, elbeszélője, az legtöbbször belelát a szereplők fejébe, de nem egy belső hangot, nem egy monológot látunk,
vagy olvasunk, hanem sokkal inkább benyomásokat a tudattalamban lévő ilyen megformálatlan érzéseket látunk sokkal inkább. Ezt nagyon nehéz így elmagyarázni, hogyha az ember nem olvasott még Kosztanyit, de például, hogyha az Édesannát elolvassátok, akkor abban ez nagyon jó nyomon követhető, hogy azt a legritkább esetben látjuk, hogy mit gondolt Édesanna, sokkal inkább azt látjuk, hogy mit érez, milyen benyomásai vannak ilyen egészen fizikai érzetek szintjén, hogyan érzékeli ő a világot. Na, négy regénye volt Kosztolányinak, ezek itt olvashatók, Néró a véres költő, ez Néró császárról szól, a zseniális regény egyébként, mind a négy zseniális, mind a négy remek, tehát ha csak egy kicsit is szerettek olvasni, akkor bármelyiket tudom ajánlani. Ugye a Pacsirta 1924-ből, Aranysárkány 25-ből és Édesanna 26-ból, az utóbbi háromból egyébként egészen remek filmek is születtek. Ez a Pacsirta című filmből egy kocka. A könyveknek vagy a regényeknek az elolvasását nem pótolják ezek a filmek, de mint filmek nagyon jók, és remek színészekkel készültek, és elég jól megjelbagadják azért Kosztolányinak a világát. Tehát ez volt a Pacsirta, ez az Aranysárkány, ami egyébként egy középiskolai tanárról szól, egy déli kisvárosban, ami nagyon hasonlít Szabadkára, Sárszegnek hívek, egyébként a Pacsirta is Sárszegen játszódik, és ez a középiskolai tanár, akinek egészen szomorúan alakul a sorsa, az pedig nyilván nagyon sok szempontból emlékeztet Kosztolányi Árpádra, Kosztolányi édesapjára, és az Édesanna című filmből is ide raktam egy képkockát. Valamiért nem nagyon akar most működni a zoomolás, na de menjünk is tovább. Beszélünk egy kicsit Kosztolányi novelláiról. Novellákat egész pályafutása alatt írt, egészen a pályája kezdetétől, de a legjobb novellák a 20-as években születtek, itt is megmarad a mély lélektan iránti érdeklődés, és legtöbbször olyan szereplők jelennek, vagy nagyon sok novellában olyan szereplők jelennek meg, akiket valamilyen elfojtott indulat, valamilyen ösztön vagy mánia mozgat, vagy pedig valamilyen lelkisérülés jelenik meg a személyiségükben. Olyan novella, a leghíresebb a novellái közül a Fürdés, vagy a Kulcs, vagy ha emlékeztek, azt hiszem 7-ben vettük az Ozsonna című novellát, az is, vagy 8-ban, az is nagyon érdekes novella Kosztolányitól. És a novellák közül kiemelkednek az Esti kornél történetek. Ezeket két részletben jelentette meg. Egyrészt volt egy Esti Kornél című kötet, amely 18 elbeszélést tartalmazott. Az elbeszélés meg a novella között nincsenek ilyen nagyon elvágólagos műfai határok. Általában a picit hosszabb, részletezőbb novellákat szoktuk elbeszélésnek hívni. Esti Kornél az a címszereplőnek a neve, aki tulajdonképpen Kosztolányinak az alter egója, egy költő, és az ő életének különböző eseményeit ismerhetjük meg. Nagyon csodálatos történetek ezek is egyébként, tehát mindenképp elolvasásra ajánlom ezt is. Illetve megjelent egy Tengerszem című novella gyűjtemény is 1936-ban, és ebben is vannak Esti Kornél novellák, tehát ezekben is van egy ciklus, ami Esti Kornél novellákat tartalmaz, és az a cím, hogy Esti Kornél kalandjai. És az az érdekes, hogy van egy olyan értelmezés is, hogy az Esti Kornél novellák, azok tulajdonképpen egy regény. Tehát, hogy egy ilyen nagyon furcsa szerkezetű regénynek a darabjai, ezek a történetek. Ez egy érdekes értelmezés. Igen, pillanat. Igen, és akkor végezetül pedig nézzük meg, hogy hol helyezkedik el a magyar irodalmi kánonban, a magyar irodalomban Kosztolányi magyarul miért fontos ő. Tulajdonképpen, hogyha egyáltalán nem írt volna szép irodalmi műveket, csak újságíróként
hírlapíróként dolgozott volna, akkor is megkerülhetetlen lenne a 20. század első felének magyar kultúrájában. Kosztolányi, ahogyan ezt nem mondtam, egy nagyon termékeny, nagyon jó tollú, bár időnként ellentmondásos hírlapíró. Ugye itt az életrajznál beszéltünk, meg lehet nézni azt a videót is arról, hogy voltak ilyen fura kalandjai a szélső jobb oldallal. És nagyon érdekes az ő befogadás története is, ugyanis mivel ő egy nagyon apolitikus szerző volt, ő azt gondolta, hogy az irodalomban nincsen helye. A politikának, a művésznek, az írónak, a költőnek nem dolga politikailag állást foglalni, sem pedig erkölcsi tanulságokat a nyilvánosság elé tárni. Eleve az erkölcsöt egy ilyen nagyon relatív dolognak tartotta. Magyarul Kosztolányi nem politizál és nem moralizál a műveiben. És ez az, ami miatt a II. Világháború után, a rendszerváltás előtti irodalomban nagyon sok, egy jó pár évtizedre, tulajdonképpen 30-40 évre, hát inkább 20-30 évre kikerült az irodalmi kánonból. Az irodalmi kánon ugye azt jelenti, hogy egy irodalomban milyen műveket tartunk fontosnak, melyeket tartunk egy nemzet irodalma szempontjából megkerülhetetlennek, jó irodalmi műveknek, az általános műveltség részének. Tehát ezt szoktuk nemes egyszerűséggel irodalmi kánonnak hívni, és ebben egy jó pár évtizedig nem igazán szerepelt Kosztolányi Dezső, mert hogy nem illett bele a szocializmusnak abba az irodalom képébe, amely szerint az irodalomnak a feladata az, hogy a társadalmi különbségeket bemutassa, és hogy a haladó társadalmi irányok felé vezesse az olvasót. Tehát ebben nagyon nem illett bele Kosztolányi, hiszen ő, mint mondtam, neki a nyelv volt a fontos, a nyelv közege, illetve a mély lélektan, nagyon leegyszerűsítve. És ugye az Adival való konfliktus és a jelen felől már nem egy sima személyes ellentétnek tűnik, nyilván az is volt benne, egy ilyen elemi antipátia, de hogy a jelen irodalom történészei már úgy látják, hogy azért volt elkerülhetetlen ez a konfliktus Adival, mert egész egyszerűen Kosztolányi már egy másik irodalom szemléletet tartott a magáénak, és egy másik világszemlélet volt az övé, és ebből adódóan egy másféle költészetet művelt. Na hát ennyi lett volna Kosztolányi életműve, megint nem olyan röviden, mint szerettem volna. Hogyha nagyon zsibbasztó a videó, akkor nyugodtan lehet ezt több részletben is megnézni, de ha nagyon röviden és nagyon hadarva is talán a legfontosabb dolgokat sikerült felsorolni. Hamarosan jövök az Édesannával. Sziasztok!